Mindkettőtökkel mik vagymuk. Isa, én Pató Pál vagyok, és ez a hely az első otthonom. Életem első részében mindent halogattam, mondván, ejj, ráérünk arra még. Egyik éjjel le akartam menni a lépcsőn, ám az a karbantartás halogatása miatt leszakadt alattam, én meg eltörtem a lábam. Senki nem volt már körülöttem, így magamba feküdve a törmelék közt vártam, hogy most mi lesz. És a hosszú napok során rájöttem arra, hogy tudok mozgatni dolgokat az akaratommal. Megismertem az erőt. Felgyógyítottam magam, megváltoztattam a nevem Patin Pálra, ami később idegenben Palpatine-ra módosult, és elköltöztem a roskadozó házból. Tovább tanulmányoztam az erőt, és nagyon gyorsan fejlődtem. Rájöttem, hogy óriási tehetségem van ebben. Tudom már azt a vénhőjét. Már is meghugyozni. Kinyírhatná már valaki. Hagyjátok abba ezt a hangos hülyeséget itten ki! Hát még menni se lehet tőletek! Ezek a mai fiatalok! Megismertem az erő mindkét oldalát, és rájöttem, hogy a sötét oldal sokkal erősebb, sokkal nagyobb dolgokra használható. Nagy hatalomra tettem szert, és végül mindenki be is hódolt nekem. Megtanultam az életenergiák magamhoz vonását, és így aztán mindenkit túléltem. Mindenkit túl fogok élni, mert olyan szűk látókörűek vagytok, és annyira mindig elhiszitek, hogy kaptok tőlem valamit, hogy sohasem veszitek észre, hogy mindig az ilyen agyatlan, bunkó alakokból nyerem az erőmet. És így születek újjá, újra és újra különböző alakokban a történelem során. Nem megmondtam, hogy hagyjátok abba! Nesztek!